A zentai Boros Teréz tavaly ünnepelte 60. születésnapját 32 munkaévvel a háta mögött. Véleménye szerint az államnak nem túl kifizetődő, hogy az időseket dolgoztatja. Hogyha a korhatárt nézem, akkor még 4 évet kell dolgoznom, ahhoz, hogy én elbírjak menni nyugdíjba. És akkor hol van az a sok segítség, amit a gyerekeimnek bírnák adni? Emellesleg ugye az ember öregszik, a munkán se tud úgy teljesíteni. Lassabban teljesítünk, sokkal több a betegség, betegszabadságra mennek az emberek. A rengeteg fiatal pedig ott van az utcán munkanélkül, akik meg szeretnének dolgozni, és nagyobb teljesítménnyel tudnának munkát vállalni, mint esetleg ez a mi korosztályunk. A törvény előírja, hogy a nők nyugdíjkorhatárát fokozatosan növelni kell, hogy 2032-re kiegyenlítődjön a férfiakéval, így akkor a nők is 65 évesen minimum 15 munkaévvel mehetnek majd nyugdíjba. Saját véleményemmel össze fogom kötni a tagokkal, vagyis a nyugdíjasokkal hallott véleményt. No, a helyzet az, hogy hát nem örülnek neki, ezt ki is fejezték, meg nem is úgy gondolják, hogy nem reális pont, az miatt, mert a nők különben is otthon még ledolgozzák a 8 óra hosszát munkaidő után, ebéd után elmosogat, gyereket nevel, tanít, tehát az még a nőkre marad. Azon kívül meg hát mondják is, hogy nincs beleszámítva a szülési szabadság, vagy pedig az után eltöltött a gyerekkel idő, és akkor nem reális. A mai naptól a korai nyugdíjba vonulás feltételei is változtak. Ez a nők esetében 40 munkaév és 59 életév, a férfiak esetében pedig 40 munkaév és 60 életév. De ebben az esetben 0,34%-kal csökken a nyugdíj, mindaddig, amíg a jogosult el nem éri az időskori nyugdíjkorhatárt. Egyébként azok a nők és férfiak is jogosultak a nyugdíjra, akiknek 45 munkaévük van. Ebben az esetben az életkort nem veszik figyelembe.